Szia, Szekér Viktória vagyok, ez pedig a Tukenduit nyelvtanulás YouTube csatornája, ahol a nyelvek rendszeréről tanulhatsz. A mai napon a német nyelvtanról lesz szó, azon belül pedig az erős melléknévragozásról. Javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert miután átszenvedtük magunkat ezen a rengetegen, rögtön lehetőséged lesz gyakorolni a tanultakat pár fordítási feladaton keresztül. Német erős melléknévragozás. Alapvetően azt gondolom, hogy a német nyelvtanulásban ez a melléknévragozás, ez egy kicsit olyan tabú, vagy hogy így már tudni kéne, sosem tanultuk meg, megtanultuk, de elfelejtettük, titkoljuk, hogy nem tudjuk, nem értjük, hogy miért nem tudjuk, olyan rendszer szintű dolognak tűnik, de tök nehéz megjegyezni, és én ezt teljesen átérzem. Annak ellenére, hogy én emlékszem, hogy nekem ez mindig is egy ilyen tök érdekes dolog volt, hogy hát ez tényleg olyan, mint egy ilyen matekos dolog, és amikor emlékszem, amikor tanultam németül, akkor volt egy ilyen nagy témazárunk, hogy akkor az összes melléknév ragozás, és csak erre ment rá, és nem tudom, valamilyen ilyen 90-95% lett, és hát ilyen hitetlenkedve kérdezték tőlem a csoporttársaim, hogy de te jó vagy matekból, vagy mi van? És alapvetően egyébként nem gondolom azt, hogy jó kéne lenni ehhez matekból, hanem inkább a rendszert kell meglátni, és ez a kulcsa szerintem csomó nyelvtanulási helyzetnek, és nekem is alapvetően azt gondolom, hogy ez a legnagyobb titkom a kitartásom mellett. De most nem is erről van szó, ha nyelvtanulási tippeket akarsz, akkor azt berakom, arról külön videót készítettem, mert az most így iszonyatosan hosszúvá tenni ezt a videót, szóval koncentráljunk arra, hogy mi a kulcsa annak, hogy jól menjen a melléknév ragozás németből. Alapvetően a melléknév ragozás szerintem azért nehéz, mert az összes addigi hiányosságra fény derülhet. Ilyen például az, hogy nem tanultuk meg rendesen a szavak nemét. És én nem hibáztatok senkit, vannak teljesen illogikus dolgok abban, hogy milyen nemű egy német szó. Ehhez egyébként van egy segítő grafika, amit Instagramon elértek, ezt berakom a leírásba, ahol a végződéseket gyűjtöttem össze, hogy melyik utalhat milyen nemű szóra. Persze ez sem életbiztosítás, úgyhogy alapvetően ez valamilyen szinten magolás, meg egyébként pro tip az egyik tanítványomtól, nem tudta megjegyezni az article szónak a nemét, hogy der article, és azt mondta egyszer nekem órán, hogy mivel ebben a szexista világban azt hiszük, hogy csak férfiak tudnak jó cikket írni, ezért az article az der lesz. És bármilyen, igazából bármilyen történetet költhetsz egy szóhoz, ahhoz, hogy megjegyezd a nemét, és az én fejemben is vannak ilyen asszociációk, szóval ez mindenkinek személyes, és nagyon ajánlom, hogy egyébként alkalmaz, mert hogyha egyszer valami hülyeséget kitalálsz egy szóhoz, akkor onnantól kezdve az nagyon valószínű, hogy sokkal jobban megragad. Amit leleplez még a melléknév ragozás, az az, hogy azt sem tanultuk meg rendesen, hogy mikor milyen esetek vannak. Megint nem hibáztatásból, ez is egy viszonylag nehéz rész, ugye nominatív, akkuzatív, datív, genitív. Van egy tanítványom, aki folyamatosan a datív és a genitívvel szenved, hogy most akkor ez hogy van. Magyarban egyébként kevésbé elkülöníthető ugye a részes és a birtokos, ahogy kifejezzük, szóval igazából ez egy adottság is, és hát tudatában kell lennünk, hogy ez nehéz. Na de, nézzük meg a német erős melléknévragozást. Szerintem ez a kulcs egyébként, és nekem nagyon jó német tanárom volt, mert hogy sokszor tapasztaltam, azt mondták tanítványaim, hogy ők össze-vissza vették a német melléknévragozást, vagy esetleg egyben. Úgyhogy szándékos az, hogy ez most külön videó, csak az erős melléknévragozásról. A melléknévragozás, én mindig azt szoktam mondani, hogy az egy harc. Arról szól, hogy ki fogja ezeket a dolgokat, tehát a nemet, az esetet és a számot jelezni. A harc az alapvetően a melléknév és a névelő között folyik, és az erős melléknév ragozás az azért erős melléknév ragozás, mert itt a melléknév erős, mivel nincs kivel, hogy harcoljon, mivel nincs névelő ebben a szerkezetben. Tehát az erős melléknév ragozás, igazából nem tudunk mit csinálni vele, egyetlen egy dolog tudja jelezni azt, hogy milyen eset van, milyen nem, milyen szám, és ez pedig a melléknév. Tehát azokra kell ráraknunk azokat a ragokat, amiket már egyébként ismerünk. Vagy amiket kevésbé ismerünk, de azt is át tudjuk ismételni. Szóval csak azt mondom, hogy alapvetően új információ nincsen, csak azok kerülnek máshova. Nézzük meg, hogy vannak így ezek a ragok.
Láthatod azt, hogy igazából tényleg semmi újról nincs szó. Az kerül a melléknév végére, ami amúgy a névelőm volt. Csak azt kell megnéznünk, hogy a genitívnél van itt egy pirossal jelölt rész. Ott vigyáznunk kell a genitívnél, mert ott ugye egy kicsit más lesz a helyzet, mint amit ugye megszokhattunk, de egyébként ugyanazok a végződések vannak, tehát hogy akár állíts meg itt most a videót, hogy egy kicsit így feldolgozd ezt, hogy tegyél mellé, akár nem tudom, próbáld meg határozott névelővel csak ott a szót nézni, hogy nem történik más, mint hogy lecsaptuk a végét azoknak, és oda raktuk a melléknév végére. Ami még fontos, hogy a melléknév elé kerülhet még olyan például, hogy Phil, Merer, Einig, Wenig, tehát például sok jó diák, Phile, Gute, Studenten. És alapvetően ennyi az erős melléknév ragozás. Tehát, hogy a melléknév van, ő erős, és nincs más, ő tudja jelölni a dolgokat, amiket pedig jelöl, azt korábban kell megtanulnunk, szóval, hogyha még nem jutottál el a melléknév ragozáshoz, akkor ez egy ilyen jó tanács, hogy tudjad a szavak nevét, és tudjad az eseteket. Szóval, mit jegyezzünk meg? Ez egy olyan melléknév ragozás, ahol a melléknevet kell csak ragozni, semmi extra nincsen, a végződések azok ugyanazok, mint egyébként egy névelőnél lennének, csak figyelembe kell vennünk az esetet, a számot és a nemét a szónak. Most, hogy végigmentünk ezen, egyébként szerintem nem is volt olyan borzasztó, nézzük meg a gyakorlást. Magyar mondatokat fogsz látni, és abban az erős melléknév ragozást kell majd jól tudnod alkalmazni, lefordítani németre, ezt fél perc alatt, vagy megállítod a videót és több idő alatt, és a végén láthatod a megoldást. És most
hogy gyakoroltunk, nincs más fátra, mint hogy bátorítsadok arra, hogy lájkold ezt a videót, iratkozz fel, és ezzel támogasd azt, hogy minél több videót tehessek fel ide, ingyenes tartalmat, és közben azt se felejtsd el, hogy meg tudod csinálni.